Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt az Élt egyszer egy olvasó podcast, Neszlár Sándor és Mészáros Márton irodalmi beszélgetős műsora. Én Mészáros Márton vagyok. Én pedig Neszlár Sándor. Kezdjük azzal, hogy köszöntjük az Egyesült Államokból, Németországból, Ausztráliából, Japánból és az Egyesült Királyságból és Lengyelországból bennünket hallgatókat. Külön köszöntjük az oregoni, virginiai és texasi hallgatókat. És ne hagyjuk megemlítés nélkül se a francia, illetve a török hallgatóinkat se, illetve Horvátországot is üdvözöljük, úgyhogy nemzetközivé váltunk, és ez jó érzés. Így van, ez teljesen valószínűtlen dolog. A mai epizódunk témája Mészöly Miklósnak a Magas iskola című szövege, és ugye ezt Sanya te javasoltad, és valahogy amikor bedobtad ezt az ötletet, akkor ugye a puszták népéről beszélgettünk, és valahogy úgy kötötted össze, hogy ez is puszta, csak valahogy máshogy. Ez más, meg ebben is van lovaglás, meg valahogy máshogy, mint a Vinnetúban, meg mondjuk egy nagyon kicsit a puszták népében. De azért gondoltam, hogy ezzel kéne folytatni, mert így még soha nem gondoltam erre a Mészöly Miklós szövegre, ami szerintem egy nagyon izgalmas szöveg, és az az érdekes, hogy ahogy a legutóbb beszéltünk az I.S. Gyula szövegével kapcsán, hogy milyen puszta képet ábrázol, ez is, tehát lényegében akár még nagyjából földrajzilag is pontosan ugyanott vagyunk, tehát ugyanaz a vidék, viszont teljesen más a történet, a szöveg, ahogy megszólal ebben a szövegben ez a puszta, vagy ahogy megjelenik inkább. Noha a nyomasztás az azért közös valamiképpen a kettőben, bár nem ugyanúgy nyomasztó, azt elismerem. Nem ugyanúgy nyomasztó. Én nem tudom, ez érdekes, én nem éreztem nyomasztónak, inkább azt éreztem, hogy egy teljesen más attitűd, és teljesen, erre nem is gondoltam, hogy ezt a két szöveget így egymás mellett milyen jól össze lehet olvasni, de itt tényleg az van, hogy van egy elbeszélő, aki nagyon, nagyon szeretne hírt adni erről a pusztáról, az ő élményéről, és hogy érdekes módon mind a kettő visszahúzódik, de mondjuk a Mészöly szövegben sokkal inkább jelen van az elbeszélő, és ez az elbeszélői hang, de itt is azért tetten érhető ez a rejtőzködés, vagy ennek a vágya. Nem tudom, hogy ezt érezted-e. Én, amikor készültem erre, az talán annyi személyeset mondhatok, hogy én nem vagyok különösebben nagy Mészöly rajongó, én mondjuk inkább otlikos vagyok, hogyha ez, lehet, hogy ez olyan, mint a Reál és a Barca, hogy én inkább az otlik mellett köteleztem el magamat. Értem a rajongás okát, a Mészöly rajongás okát is, de nem tudja megmelengetni a szívemet igazából. Néhány szövegét nagyon-nagyon szeretem, és a többit meg elismerem, mint hatalmas, nem tudom, költői vagy írói teljesítményt, de nem hoz lázba. És egy picit ezzel a szöveggel is így voltam, hogy látom azt, ahogy föl van építve, és látom azt, hogy másoknak mi tetszik benne, de valahogy nem tudok rajongani érte. Miközben másfelől meg mondjuk tanárként, meg iszonyú jó vele dolgozni, vagy elemzőként is iszonyú jó vele dolgozni. Olvasni annyira nem nagy élmény, hogyha csak így olvasóként, vagy hétköznapi olvasóként nekem, tehát, hogy ez persze ez személyiségtől függ, és amúgy meg kétségtelen, hogy ez meg tök izgalmas ennek a két alapvetően nagyon különböző szövegnek az összenézése, már mint a puszták népével való összehasonlítás. Valljál te is Mészőről. De előtte muszáj vallanom futball csapat ügyében, mert hogy Marci tudjad, hogy én a Puskás Ferenc miatt Real Madridhoz húz a szívem, de ezt nyilván ez költői túlzás, hogy húz a szívem, mert mostanában annyira nem követtem a Real Madridnak. Nincs is, nincs is túl sok okod rá. Hogy... Hát igen, de azért a triplázás után kicsit jól lakott az ember, de ez tényleg nem egy futball podcast. De hogy ez tök érdekes, amit mondasz, mert vannak szerzők, akiket nagyon szeretünk,
akár mondjuk Mészöly esetében én nagyon szeretem Mészöly mint szerző, viszont nagyon sok szövege van, amit meg nagyon nem szeretek. És hogy ezt szerintem teljesen rendben van, és ez szerintem ezért izgalmas az irodalom, hogy lehetnek szerzők, akiknek bizonyos művei nagyon-nagyon betalálnak, viszont vannak olyan szövegek, amelyek teljesen érdektelen számomra. Igen. Például, és most nem akarok itt sok címet felsorolni, de például a Mészőnek a családáradás, az nekem így teljesen, az nem, a filmet sem szeretem. De hogy ez valamiért, ez már az ízlés kérdés, vagy nem is ízlés kérdés, abszolút. Hangulat, és ennél a szövegnél is, én mondjuk amikor olvastam, most a magas iskolát, az volt a nagyon érdekes, hogy viszonylag már régen olvastam, és most kétszer egymás után, egy hét elteltével elolvastam, és elsőre nem annyira tetszett, és másodszor, amikor olvastam, akkor így megnyílt. És szerintem ez a titka ennek a mésző írásmódnak, meg ennek a szövegnek is, hogy ami engem lenyűgöz ebben a szövegben is, és sok más mészői szövegben is, hogy az a nyelv, amit mi is használunk, amelyen olvasunk, amelyen írunk, amelyen beszélünk, egyszerűen egy olyan más megvilágításba kerül, egy olyan más dinamikája lesz, hogy az így ilyen, így akár sokkoló is, vagy másfelől meg ilyen nagyon felvillanyozó, hogy fú, hát, hogy így is lehet írni, így is lehet elmesélni egy történetet, és ami nekem a legnagyobb meglepetés volt, hogy én úgy emlékeztem, hogy ez a szöveg sokkal hosszabb. Tehát elolvastam, és így a fejemben az volt, hogy hát ez szinte ez egy, hogyha nem is egy regény, de egy kis regény biztos, és akkor így amikor kiderül, hogy ez lényegében 30 oldal, vagy valahogy ennyi, mert annyira sűrű a szöveg, és ez mondjuk a Mészőnél nem annyira meglepő, de hogy nekem így az első benyomásom ez volt, és az, amit te mondasz, hogy ez elsőre sok lehet, vagy lehet, hogy már ez akár a túlírtság, mondjuk Mésző esetében túlírtságot azért nehéz lenne mondani. Itt inkább szerintem a túlhúzottság az, ami jó lehet, hogy annyira bele tömörítve ez a szöveg, hogy nagyon, hogyha egyszerűen nem adod át magad neki egyből, akkor azt tényleg én azt el tudom fogadni, hogy azért nehéz ezzel azonosulni, viszont szerintem így lenyűgöző. Tehát másfelől meg tényleg lenyűgöző és brilliáns megoldások vannak benne, és most itt fel is írtam magamnak, hogy olvastam először február 21-én, annyira tehát szerettem, jó volt, de azért jó volt, hogy újra olvastam 28-án rá egy hétre, mert hogy így az kellett, hogy visszajön ez a mészőjelmény, de hogy az, amit te mondasz, az teljes mértékben megértem. Abba hagyom a futball metaforákat, de picit, én meg ugye Barcelona rajongó vagyok, és egy picit az az érzésem, mint Pep Guardiola Manchester City-ét nézni, hogy minden ott van, ahol kell, meg minden úgy van, ahogy kell, meg minden, de nem rabolja el a szívemet. Tehát, hogy nem nagyon, nagyon, nagyon furcsa, furcsa dolog ez. A picit, én meg a recepciót nézegettem meg viszonylag részletesebben, ugye most azt is azért említsük meg, hogy ugye Mészöly centenárium van, és ennek kapcsán itt azért nagy számban jelennek meg az újabb és újabb Mészöly értelmezések, tehát, hogy ugye a Mészöly próza, az mondjuk ennek az egész ilyen posztmodern prózafordulatnak egy ilyen emblematikus szövegévé vált tulajdonképpen, és nem is csak az olvasás szempontjából, hanem az irodalomtudomány szempontjából, tehát hogy kiváló irodalmárok, nem, Balassától Tomka Beátáig foglalkoztak vele, és ráadásul az a szerencséje is van tulajdonképpen ennek az életműnek, hogy nagy ilyen teoretikus szövegek, vagy ilyen nagy irodalmelméleti paradigmaváltásoknak is az egyik alanya volt tulajdonképpen, tehát hogy nagyon-nagyon jól állunk tulajdonképpen mészői szakirodalomban, és hát még ehhez csak hogy a saját elméletemet még egy picit fokozzam, és aztán majd nyilván rátérünk a beszélgetésre, hogy iszonyú jól lehet elemezni. Tehát, hogy az a másik rész, hogy azt éreztem én is, hogy a basszus, hogyha most ebből cikket kéne írni, akkor 6 millió jegyzetet tudna az ember csinálni, mert az is milyen érdekes, meg ez is milyen érdekes, meg az is, hogy meg van csinálva. És de hogy ez is egy picit olyan talán, mint hogy a blues-t azt leginkább azok élvezik, akik játszák, tehát hogy nem annyira jó azt hallgatni.
Na de hát ez csak az én szubjektív ítéletem, amúgy iszonyúan jó a szöveg, tehát hogy azt meg kell, hogy mondjam, hogy tényleg azzal abszolút mértékben egyetértek, hogy legyünk. Én is kétszer olvastam amúgy, most erre a beszélgetésre készülve, és tényleg amit mondasz, ez a sűrűsége a dolognak, vagy ez a... És én azt mondtad az előbb, hogy a túlírtság az nem fenyegeti, de azért az viszont érezzük, hogy rettenetesen precízen patika mérlegen ki van számítva itt minden, és hogy nem véletlen tartják tulajdonképpen a mésző életműnek nek is az egyik csúcsának ezt a szöveget, kisregényt, vagy nagyon hosszú novellát, tényleg nehéz eldönteni, nincs különösen jelentősége, szerintem sem, hogy ezt miképp olvasod. Ugye maga a sztori az viszonylag könnyen összefoglalható, tehát hogyha belegondolsz, nem nagyon, tehát ilyen valódi esemény, amit így el lehetne mesélni, az egy néhány mondatba tulajdonképpen össze tudod foglalni, nem, hogy oda megy ez az ember erre a Solymász telepre, és ott van egy fickó, aki őt kalauzolja, és elmondja neki, hogy hogyan képzi ki a solymokat arra, hogy ott a gémeket, meg a varjakat ezek elfogják. Lényegében. És még van egy rövid záró jelenet, amikor együtt elmennek kis solyom fiókákat rabolni, igen. Tehát az utánpótlást biztosítani. Tehát tényleg ennyi, hogyha röviden össze akarjuk foglalni, akkor ennyi. És van még egy, amit külön ki kell emelni, talán ez a, amikor elönti a víz a solymoknak a helyét, és hirtelen megmentik őket. Igen, az egy érdekes jelenet, viszont én egy picit még visszakanyarodnék arra, amit az elején mondtál, hogy szerintem ez a legizgalmasabb az irodalomban, hogy így, tehát vannak szövegek, amelyek így egyfelől azt mondjuk rá, hogy ez nem szeretem, nem is az, hogy nem szeretem, nem is az, hogy nem tetszik, hanem vannak szövegek, amelyek így nem nyűgöznek le, és nem is tudod megfogalmazni pontosan, hogy miért nem nyűgöznek le azonnal, vagy végérvényesen, viszont... Az az izgalmas, hogy közben meg tudsz úgy róla beszélni, és tudsz olyan dolgokat is kiemelni belőle, ami viszont zseniális és pótoltatlan. Így. Én ami még nekem nagyon érdekes, így, és most szerintem nem próbálok belekontárkodni a mészői szakértőknek a munkájába, de az tényleg egy érdekes pont, hogy inkább én azt mondanám, hogy ez egy 1956-os szöveg, és... A mésző életműben ez tényleg az első olyan, hogy valami teljesen más indul el, és szerintem utána lesznek majd, akkor utána fog jönni majd az atléta halála, a Saulus, és úgy lehet mondani, hogy a kései ilyen nagyon tömör elbeszélések. És amit szerintem érdekes, hogy egyszerűen annyira váratlanul érheti az embert, hogy jé, hogy így lehet írni így magyarul, hogy így lehet így szövegeket alkotni, hogy az tényleg így meglepő, még annak ellenére is meglepő tud lenni, hogy én igaz gimnáziumban olvastam a jelentés ötegérről, és hogy gimnáziumban mi tanultunk Mészőről, de Mésző nekem egy ilyen, a gimnáziumban ott maradt, hogy ez egy ilyen gimnáziumi szerző a jelentés ötegér miatt, viszont utána, hogyha mondjuk olvastál Eszterházit, vagy Nádas Pétert, és utána mégy vissza Mészőhöz, akkor így nem érted, hogy itt, hát itt mi itt ez a nagy truváj, és itt szerintem újra föl kell fedezni, hogyha mondjuk visszafelé jössz Mészői felé, akkor ezt újra fel kell fedezni, és én ezt teljesen megértem, hogy ez nem mindig lesz olyan, nem lesz annyira magával ragadó. Miközben azért mondjuk azt is talán érdemes hozzátenni, hogy kétségkívül, hogy van egy vagy különösen ugye a rendszerváltás előtt volt Mészőnek egy ilyen alapvetően ellenzéki jellege, tehát hogy volt egy ilyen ideológiai hátrány, ami őt érte, és volt egy széles tömeg, aki kifejezetten azért, tehát hogy az én szüleimnek is ott volt a polcán, és nem hiszem, hogy ezt az apukám olvasta őszintén szólva, de hogy kellett, hogy tehát hogy ez valami
többletjelentése volt a mészőinek, mint pusztán csak az, hogy hogyan viszonyul a szöveghez, vagy nem tudom, hogy ezt érzékeled, de... Erre nem is gondoltam. Ez érdekes, hogy mondod. Nem gondolom, hogy bele kéne menni most egy ilyen mésző ottlik párhuzamba, de az viszont nagyon érdekes, hogyha megnézzük azt, hogy a 20. századi második fejének prózája milyen irányokba indult el, és hogy kik lettek mondjuk így a minták, vagy az ősök, vagy kik lettek azok, amelyeknek mondjuk a próza hagyományát, vagy a nyelv hagyományát továbbvitték, akkor tényleg az látszik, hogy itt mint hogyha párhuzamosan, vagy egymás mellett nagyon szorosan lenne egy mondjuk egy ilyen Kosztolányi Ottlik Eszterházi vonal, meg lenne egy Mészöly Nádas valamilyen vonal, csak közben tovább már nem tudnám folytatni a sort, nem is biztos, hogy van értelme, de az nagyon izgalmas, hogy 1956-ra lesz egy író, aki pont a forradalom előtt éppen írja ezt a szövegét. Lehet ezt az olvasatot is belevenni, most így gondolkoztam azon, hogy hú, ez most benne van-e, vagy egyáltalán van ennek értelme, de én azt gondolom, hogy ez a szöveg sokkal, sokkal több annál, hogy mint most ezt egy ilyen 1956 előtti politikai helyzetre így ráhúzzuk, vagy ez a része engem nem érdekel az irodalomnak, hogy most így megnézem ezt az aktualitásokat, hogy na most akkor a Solymásztelep vezetője, a Lilik, az most így, hogyha történelmi szereplőket nézzük, akkor ő most ki lehet a nagy Beranek, aki így a hivatalból, vagy a minisztériumból irányítja ezt a Solymásztelepet, hogy ez ki lehet. Sokkal inkább izgalmas az, ahogy ez az utazó megérkezik, vagy ahogy Mészöly a Tágasság iskolája című eszében ezt egy riportnak mondja, tehát ez az ember, akit ugyan megválogatnak, mert bárkit azért nem engednek oda a Solymásztelepre, hogy ő ott hogyan viselkedik. És ez szerintem tök izgalmas, és itt jön be mondjuk a Puszták népe I.S. Gyulától, ahol ott is van, hogy az I.S. Gyula a Puszták népében ugye azt olvastuk, hogy azt mondja a szerző ott, hogy ahhoz, hogy te a pusztát el tud hagyni, ahhoz neked meg kell tagadni a pusztát. Itt meg tök érdekes, hogy itt meg úgymond a várost, a külvilágot kell ott hagynod, és van egy ember, aki belekerül ebbe a millióbe, és egy nagyon, hát így egy ilyen, így, mint hogyha így beleesne a semmibe, és ez így egyfelől nagyon felkavaró lesz neki. Ugye azért azt meg kell jegyezzük, hogy ez a riportregény, ez nem volt mondjuk a Rákosi korszakban egy elképzelhetetlen műfaj, tehát hogy azért sokan írtak ilyet, ugye Őrkény jut most hirtelen eszembe, meg hát gondolom, hogy többen. Aztán később is ugye volt ennek karrierje, a Moldovának voltak ilyen jellegű szövegei. Na most, hogy ez mennyire, tehát hogy nyilván, hogy maga ez a szöveg, ez kacérkodik ezzel a műfai hagyománnyal, vagy nem zárhatjuk teljesen ki, hogy ez egy tényleg valami valós élményeket rögzít, sőt, ugye lehet olyan tanulmányt olvasni, ahol pontosan meg is mondják, hogy ez konkrétan Mészőnek milyen valós élményéhez kapcsolódik, és be lehet azonosítani, hogy ki volt a valóságban ez a Lilik, tehát, hogy ez egy ilyen értelemben de hogy mégse a szöveget meg valahogy mégsem így olvasod, nem? Tehát, hogy azt hiszem, hogy hát össze lehetne szedni, hogy miféleképpen lehet olvasni, ez szerintem a legnyilvánvalóbb olvasati lehetőség, vagy ami szerintem a legizgalmasabb, az mégiscsak valahogy ez az allegorikus olvasat. Tehát, de hogy nem abban az értelemben allegorikus, hogy konkrétan melyik pártvezetőt modellez, melyik szereplő, hanem abban, hogy valamiképpen az egyén és a hatalomnak a viszonyának az allegóriájaként olvasd ezt, vagy a szabadság és a rabságnak az allegóriájaként, vagy hogy az egyén és a természet. Egyén és a természet, hát így van, kultúra és natúra. Ugye ez is egy ilyen alaptoposz, nem? Hogy megérkezik az illető egy zárt világba, és akkor ott tulajdonképpen kicsöppen a valóságból, belecsöppen egy másik valóságba. Amúgy ez tényleg ez nagyon hasonló a Puszták népéhez. De hát rengeteg ilyen példa juthat eszünk be. Hát ez ugyanez a Szinisztra körzetnek az alapszituációja is nekem amúgy végig. Tehát, hogy a Szinisztrára szerintem iszonyúan hatott ez a szöveg. Vagy és ugye ott is van egy ilyen teljesen elzárt világ, ahol ilyen sajátos szabályok vannak, sajátos hierarchia, nyilván nagyon nem ugyanaz a szövegnek a légköre,
De hogy, ez a szituáció, ez egy teljesen ismert. Ugye így ugye azzal indul, hogy megérkezik oda, azzal ér véget, hogy eltávozik. Tehát, hogy vannak ilyen toposzok ebben a dologban, parancsolj. Ez tényleg, ez nekem eszembe se jutott a Sinistra, az tényleg egy nagyon jó Bodor Ádámtól, az egy nagyon jó. Szerintem fogunk róla beszélgetni. Aha, szerintem is. Viszont ha van egy hagyomány ennek, hogy hogyan kell mondjuk egy riportot megírni, akkor ennek a hagyománynak teljesen ellentmond a szövegnek az első két és fél oldala. Ami még ami más betűvel is van szedve az én kiadásomban. Kurzival van szedve, dölt betűvel, és szerintem ez a legfelkavaróbb. Tehát olyan érzésed volt, amikor így, főleg amikor másodszor olvastam, mint amikor így ott vagy a pusztában, és egyszer csak elkezd fújni a szél, és így érzed, hogy itt valami felkavarog, és valami nagyon sejtelmes közeledik, és akkor így közben csak annyi van, hogy mielőtt elindulna a történet, így másfél oldalon, vagy két oldalon keresztül megkapod azt, hogy te most hova fogsz megérkezni, mik lesznek ennek a világnak a mozgatórugói, és hadd olvassak egy mondatot, mert ezt így nagyon azt gondolnám, hogyha most már ilyen allegóriákról beszélünk, akkor lehet, hogy így a mésző prózának az allegóriáját is megtaláljuk talán ebben a mondatban. Elindul a szöveg, egy ilyen hajnali köd úszik a tele fölött, ez az első mondat, és akkor egyszer csak azt mondja a szöveg, hogy a halastavak felett magányos saskering, szeme, mint két karikás üveggyöngy, mozdulatlan, csüggye sárgán világít. Hosszú szárnyhegyei élesen hátravetülnek. Nem süllyed, nem emelkedik, tartja a magasságot, mintha kimért, síkos pályán siklana körbe. Aztán alig észrevettük, billenéssel irányt változtat, nyílegyenesen úszik tovább. Ez teljesen, nekem, én ezt elolvastam, és így ide is írtam magamnak, hogy na hát ilyen a mésző próza, tehát hogy ez egy pontos definíciója, hogy van egy nagyon precíz leírás, és tényleg az van, hogy minden precíz, minden pontos, és akkor van egy pici kibillenés. Uh-huh. És pont ez a bevezetés, ez uh-huh. pont ez a kibillenés, hogy akkor így ráfókuszálunk, és... Jó, ez szép. Itt amúgy ugye a beszédmód is változik, itt egy ilyen, mondjuk egy külső nézőpontból van ez az egész elmondva, tehát mondjuk heterodiegetikus elbeszélő, úgy szokták ezt mondani, és akkor maga az egész meg egy homodiegetikus, vagyis egyes szám első szeméből van elmondva. Jó, akkor igen, és ez tényleg nagyon érdekes, ez a bevezető, és tényleg megteremti ezt a hangulatot. Talán akkor nézzük meg ezeket a figurákat, akik itt szerepelnek ebben a szövegben. Én nagyon kíváncsi, hogy neked ki a kedvenc figurát. Nekem senki nem a kedvencem ebből, olyan rémesen nyomasztó az egész. Hát nyilván, hogy ugye a Teréz volna az, akivel a legkönnyebben tudsz azonosulni, vagy ő az, aki úgy tűnik, hogy első ránézésre legalábbis úgy tűnik, hogy nem vesz részt ebben az erőszak láncolatban, de aztán amúgy ő is természetesen, tehát hogy itt nyilván, hogy ez egy olyan világ, ahol mindenki gyilkol, és minden a gyilkolásért van, és minden a valami magasztos felsőbb haszon, amire ugye mindig hivatkozik ez a Lilik, hogy azért van ennek haszna, tehát hogy és úgy tűnik, hogy ez a Beranek az, aki átlátja igazából, vagy aki így meghatározza a célokat, és tulajdonképpen az egész telep valamiképpen ezeknek a céloknak a szolgálatában áll, függetlenül attól, hogy ez így belátható-e mondjuk az ottaniaknak a számára, hogy ezek a célok, ezek értelmes célok. Szóval, hogy én a Terészt mondanám, aki mondjuk érzelmileg így meg, akihez így közel tud kerülni az ember, aki ugye egy nagyon, nagyon hát összetett figura, nagyon keveset szerepel, ugye a Liliknek az asszonya, vagy nem tudom, ez így kiderül? Nem tudunk meg róla. Nem derül ki, mert az érdekes, hogy van ugye ennek a magasiskolának, van egy, készült ebből egy film is, nagyon rossz, és hogy ott lehet, hogy abban mások az erőviszonyok. Itt most direkt megnéztem, nem, tehát a Teréz ugye ő az, aki az eleség állatokkal foglalkozik, ezeket a solymokat állandóan etetni kell mindenféle állatokkal, és ő az, aki vigyáz rájuk, akiről annyit tudunk meg, nem sok mindent tudunk meg a szövegből, csak annyit, hogy ő egy, igazából ő szobrász. Igen, ez volt a furcsa, ezt akartam én is mondani, hogy nagyon. Hogy ő egy szobrász művész, aki,
akinek egyszer azt mondja a mestere, hogy mondd is egy mondatot, hogy élnek, szinte élnek a szobrai. Igen, és akkor erre azt mondja, hogy ez milyen hülyeség már, hogy egy szobor nem is tud. Igen. És ahhoz képest meg furcsa, tehát hogy ahhoz képest, hogy ő egy, mint ki, hát valószínűleg valami felsőoktatási intézményt is végzett, vagy nem fejezte be, de hogy egy ilyen professzionális kiképzésben részesült, és ahhoz képest meg például, ahogy beszél, az teljesen ennek a vidéknek a beszédmódja, ahogy látja a dolgokat, az teljesen ennek a vidéknek a sajátos szűk horizontja, tehát hogy szerintem ő egy izgalmas figura. Nekem, aki nagyon érdekes, a Lilik, aki ennek a solymásztelepnek a vezetője, és hogy ahogy ő látja a világot, és hogy az nagyon érdekes lesz, hogy mert annyit lehet tudni, hogy lényegében ezt a solymásztelepet az ottani embereken kívül mindenki gyűlöli. Van is erre egy konkrét példa a szövegben, és az is egy érdekes elbeszélői technika lesz, hogy a Lilik az elmesél egy történetet ennek az elbeszélőnek, hogy egyszer az egyik sólyommal mentek, és rátámadt egy gémre. És hogy gépkocsi vezetők pumpával elkezdték verni ezt a madarat, mert hogy ezt a gémet szét akarta képni. Igen, és automatikusan ők a gém párkára. A Lilik próbálja nekik elmagyarázni, hogy... Tehát, hogy ők automatikusan, ösztönösen a gémnek a pártjára álltak, és megpróbálták megvédeni ettől az agressziótól, és ők maguk váltak tulajdonképpen egy még agresszívabb lényé, és tényleg az egészen brutális, ahogy ott leírja, hogy a pumpával ütik, verik tulajdonképpen mind a két jószágot, hogy nem akarják nézni ezt a gyilkosságot, vagy kínzást. És akkor a Lilik ekkor mondja azt, hogy hát lényegében ez az állam tulajdona, és hogy hát ezek ugyan gyilkológépnek néznek ki, meg annak tűnnek, de hát ezek a rezervátum és a gazdasági értek, hogy ez milyen fontos. És itt szerintem a legérdekesebb az lesz, hogy ez az elbeszélő ezt mennyire finoman írja le és rajzolja le nekünk ezt a kvázi ezt a dilemmát, hogy bizonyos szempontból mindenki meg fogja találni a saját maga igazát, de hogyha megvizsgálod közelebbről, hát ez alapvetően ezek gyilkológépek, akik arra vannak kiképezve, hogy az egyik állat megölje a másikát. És ami nekem nagyon tetszik, hogy ezt a vadászat mítoszt, hogy ennek a vadászatnak a mítoszát, ezt nagyon... Hát nagyon, nagyon határozott kézzel, és nagyon erősen lerombolja ez az elbeszélő, és ez nekem nagyon, ez nagyon tetszik. És közben van egy olyan vonulata a szövegnek, ami egy nagyon archaikus, egy nagyon az embernek a archaikus gyökereihez való visszavágyódását próbálja leírni, és itt szerintem a szövegnek a egyik legfőbb tétje az lesz, hogy ez az ember azt hiszi, hogy ő, ha elmegy a pusztára, akkor valamit ebből el fog tudni magával vinni. És szerintem itt a szövegnek a végső következtetése az, hogy itt hiába mégy el a pusztába, hiába töltesz el ott napokat, egyszerűen nem fogsz tudni magaddal vinni dolgokat, ahogy azt te remélted. Ez szerintem, ez, hogyha valami ebben a szövegben nyomasztó és kilátástalan, akkor inkább ez nem maga a leírása annak, hogy mondjuk az egyik, hogy például hogyan gyilkolják le az eleség állatokat a solymok. De azért az is brutális, legyünk őszinték. Jó, hát az is brutális. És arra meg nem beszélve, ugye, hogy, szóval, hogy ez a Lilik amúgy egy ilyen teljesen őrült figura a könyvben szerintem, tehát hogy ugye van neki ez a szent könyve, tulajdonképpen ez a ennek a, elfejtettem valamilyen hasz. Tejmúrnak a solymászati leírása, és ő azt, mint a Biblia úgy olvassa, és hogy ez megjövendőli a jövőt, és nem tudom, és hogy mindent követ, és hát amúgy pedig nagyon, tehát maga ez a kiképzési folyamata, hogy ezeket a vadász solymokat kiképzik, az rémes és embertelen. Vagy nagyon-nagyon
nagyon-nagyon nyomasztó szerintem, hogy ott vannak gémek, akiket arra tartanak, hogy azokon gyakorolnak ezek a solymok, és kínozzák őket gyakorlatilag, tehát hogy egészen brutális. Van ez a jelenet, amikor ott lekötözik a szárnyait, és akkor ott ez az annyira szörnyű, és ilyen semmi esélye sincsen, és ilyen tök részvétlenül fordulnak feléjük, tehát hogy és akkor ez az, amit mondtál, ez a természet és kultúra viszonya, hogy itt azért az van, hogy az ember teljesen önkényesen beleavatkozik természeti folyamatokba, azért, hogy a természetet vagy a természetnek bizonyos részeit így a maga oldalára billentse, és tényleg így van, hogy és ennek az eredendő iszonyata van szerintem ebben azért a szövegben benne. Meg ami még szerintem érdekes, hogy a Lilik szerintem is egy ilyen furcsán őrült figura, viszont ennek ellenére hihetetlenül pontosan látja ennek az egésznek a természetet. De semmi más nem, tehát, sem hogy, nem, hogy ez semmit nem lát. Okay, neki ez okay. Az élete, de a legjobb és legrosszabb értelemben egyaránt, nem? De ez egyértelmű, mondja is, hogy hát nagyon nem szeret távol lenni a pusztától, mert milyen az, hogyha elmegyek a városba, ott kopogtatni igen. Kell. Hogy így, ez nagyon, hogy be kell kopogtatni, hogy így hogy bejusson valahova. Viszont amit akartam mondani, hogy végigmegy ez a dilemma, hogy lesz egy nagyon sajátságos függés ezek között a solymok és az idomítók között. És ez az oda-vissza hatás, ez mondjuk nagyon, azért ez izgalmas, mert ez tényleg ez ilyen filozófiai kérdés, és amit említettél is, hogy van egy ilyen elég erős jelenet, mert alapvetően, hogyha a szöveget össze akartuk foglalni, ugye megérkezik ez az ember, lóháton bemennek a pusztára, és ott vannak, és így eltennek napok, hetek, próbál belesimulni a mindennapokba ez az elbeszélő. Például van egy nap, amikor leírja, ugyanúgy, mint a puszták népé, hogy egy nap mi történik. És ami érdekes, hogy amíg elmennek a vasútállomástól a telepig, addig ez a Lilik egy nagyon kedélyes idegenvezetőként, nagyon sok mindent, bőbeszédű, és gyakorlatilag azt hihetné az ember, akár az olvasó is, hogy most itt tényleg be lesz vezetve ebbe a világba, és amikor megérkezik, akkor szinte magára hagyja teljesen ezt a hívjuk utazónak, vagy elbeszélőnek, és írja is a szövegben, hogy úgy érzem, mint amikor a madára rárakják ezt a kis bőrsipkát, hogy időnként levette, időnként meg nem. És hogy itt jön az, hogy ez a Lilik, ez az élet és halál ura, viszont amit szerettem volna mondani, hogy ennek ellenére ilyen tényleg ilyen meglepően őszinte az a tisztelet, amely a madarak felé tart, és sokkal inkább érzed azt, hogy sokkal jobban tiszteli ezeket a solymokat, mint az embereket. Legalábbis nekem ez jön. Hát, az biztos, de azért ezt vitatnám. Ugye van az a jelenet, amikor ugye ez a kabasólyom megfullad, ugye ebbe a fulladós, vagy ebbe, amikor a víz elárasztja őket, és az ugye nem egy, ugye ez, akit úgy hívnak amúgy, hogy bogarászó, vagy bogarász ez a neve, mindegyiknek valamilyen igen. fenkölt, meg mitológiai, meg mindenféle ilyen neveik vannak, de ezt bogarásznak hívja, és ez ugye megfullad, és ezt hagyják ott utána 3 napig büdösödni, ezt nem temetik el, csak később, amikor egy értékesebb madár is elpusztul, és azzal együtt fogják majd eltemetni, és akkor azt ott meg is jegyzi az elbeszélő, hogy ezzel nem bántak valami jól. Tehát, hogy ez azért, igen, hogy a Liliknek a fejében valószínű, hogy ez is valahogy a hasznossággal van összefüggésben, tehát, hogy ő azokért igazán tud lelkesedni, amelyik azt csinálja, tehát, hogy van egy ilyen furcsa szabályrendszer az ő fejében, hogy mit vár el ezektől, és hogyha ők ezt teljesítik, akkor rajongértük, minden, ami ezt nem teljesíti, az érdektelen az ő számára. De közben van egy ellentmondás a Beranekkel, mert a Beranek az ő azt szereti, hogyha minden precízen megy, azért a Lilik azt szeretné, hogy ezek a solymok 100%-osan igen, bízzanak benne, kövessék a parancsait, de azért legyenek kreatívak, hogyha a helyzet úgy hozza. És szerintem, és itt van az, hogy itt tényleg van egy nagyon vékony pont, hogy miért van az, hogy ez a ember és állat közötti kapcsolat, ez nem szakad meg.
És hogy ez mennyire múlik az állaton, és mennyire múlik az emberen, ez egy ilyen tök érdekes dilemma ez ebben az elbeszélésben, és ez így fölismerő. Ez kétségkívül így van. És ez így izgalmas. És akkor térjünk vissza erre, bocsánat, térjünk vissza erre az viharra. Mert hogy ott van ez az ember, ez az elbeszélő, aki így nagyon furcsán érzi magát. Szinte úgy érzi, hogy ott van a pusztába, hiába tud a végtelenbe vágtatni a lován, néha úgy érzi, mintha... Sehova se érkezne meg. Azt mondja. Igen, sehova se érkezne meg, ezt nagyon szépen van leírva, és pont azt érzi, mintha vallatnák. De maga se tudja, hogy miért vallatnák, hogy vallani fogsz, így mondja a szöveg. És napok telnek el, amikor egyik éjjel bejön az egyik ilyen segéd fiúcska, hogy hatalmas nagy vihar van, és a sólymász házat, ahol a sólymok laknak, azt így elönti a vihar, és elkezdik őket menteni. Ez szerintem egy zseniális jelenet, hogy elképzeled, hogy így a sólymokat így a vállukon viszik át a legényeknek a szállására, és ott így beülnek csendben némán az ágyakra, és akkor ott várakoznak, hogy kvázi kimentsék őket, és megszárítsák őket. Az egy ilyen izgalmas jelen. Igen, igen, de az is azért nyomasztó, ugye, hogy ők azért kerülnek ott veszélyben, mert ők amúgy kivannak ott pányvázva. És akkor tulajdonképpen, amikor értékeli a Lilik, hogy a bogarász az miért pusztult el, akkor azt mondja, hogy azért, mert túl nagy szabadságot követelt magának, mert hosszabb pányván volt ő tartva, és az folytotta meg tulajdonképpen, és akkor megint ehhez a szakirodalmához, vagy a Bibliájához fordul, és akkor azt mondja, hogy ez a kulcs, hogy ne legyen túl hosszú ez a kötél, amin fogva vannak tartva. Tehát, hogy azért oké, hogy az ember állat kapcsolat meg minden, meg oké, hogy arra vannak dresszírozva, és ez tényleg misztikus, hogy miért megy vissza mégis a madár a fogságba tulajdonképpen saját magától, de hogy azért mégiscsak egy hierarchikus viszony ez, tehát, hogy azért ez is egy picit ilyen romantizálása, tényleg, ahogy mondtad is, a vadászat is, hogy a vadászok csak szeretik a természetet, és hát basszus, akkor miért puskával jár, miért nem fényképezőgéppel, szóval, hogy oké, hogy szereti, fogalmam sincs, hogy ki miért vadász, de hogy valahogy az én fejemben a pusztán a természet szeretetből nem következik az, hogy ott le is lődözöl dolgokat, sőt, inkább megfordítva, tehát, hogy, és persze ezt is lehet érteni, hogy ennek is van valamiféle öröme az, hogy megzabolázd a természetet, tehát, hogy én ezt meg tudom érteni, hogyha ez örömmel tölt el, engem speciál nem, meg engem mondjuk ez zavar, de hogy itt is valami ilyesmi van, hogy persze, hogy van amúgy az elnyomatásnak, ha már allegorikusan értjük, van az elnyomatásnak egy olyan szintje, amikor ezt magad sem vagy már a tudatában, hogy mennyire függsz, vagy hogy mennyire irányítva vagy, és hogy nyilván, hogy tulajdonképpen ez a bildung, vagy ez a kiképzés, ez pontosan erre irányul, hogy ezekben a madarakban kialakítani azokat a viselkedés mintákat, hogy gyakorlatilag bármit meg lehessen velük tenni, nem? Igen. Vissza még egy kicsit erre az élményre, mert itt a szövegben azt mondja itt, amikor ez a vihar történik, és így mentik az állatokat, de ez is miért érdekes, most itt megnézem, ez nincs egy oldal egy oldalban leírja ezt a jelenetet, mégis a fejedben ez úgy él, mintha ez egy ilyen több fejezeten keresztül tartó rész lenne, és a vége az úgy záródik, hogy aztán vissza az akácosba, csúszkálva, botorkálva, állandó futólépésben. Ez már az utolsó forduló. Biztonság kedvéért a kabát is bevisszük, hát ha csak ájult, de döglött volt. Lilik hiába élezgette, belökte az egyik ágy alá. Utána nekiláttunk, hogy szárazat törölgessük a sólymokat, mikor már nem volt darabka száraz roncse, az egyik lepedőt hasogattuk szét, nem tudom, minek volt erősebb szaga, az ázott tollaknak vagy nekünk. És a végén az van, hogy hát nagyon a terész közben nagy kék bögrékben töltögette a forradbort, mindegyikünknek egyformán. Aztán a csizmáinkból öntögette ki a vizet, a ruháinkat szárítgatta. És mindennek a befüllett madarakkal telezsúfolt szobában valami biztonságos, barbár otthoniassága volt. Hamarosan elnyomott az álom. És utána egyből azzal folytatódik a szöveg, hogy ez a váratlan éjszakai kaland még ott létem alatt kerek történetté csiszolódott. A legények, de legfőképpen Lilik elképesztő belejegyzéssel tudták szaporítani a részleteket. Hogy mit érezhettek a sólymok az utolsó pillanatokban, mit akkor, mikor a gazdáikat meglátták, mintha mindez velük is megesett volna, vagy bármikor megeshetne.
Folyton ez bujkált a szavaikban, ez a felfokozott cinkosság, függés és egymásra utaltság. De hogy ez hol és mikor teremtődik meg, köztük, súlyom és gazdája között, arra nincs értelmes válasz. Hiszen akármikor megszökhetnének, és mégsem teszik. Olyan magasba szállnak fel, ahonnan már nem is látszik a telep, és mégis visszatérnek. Az éjség tenni? De hát jól lakottan se csinálják másképp. Vagy a megszokás? De miért ezt szokják meg éppen? Lilik bevallotta egyszer, hogy a solymok legalább annyira szugerálják őt, mint ő azokat. Igen. És akkor itt jön az, hogy amiről beszéltél, és ahogy ez megvan fogalmazva a szövegben, itt tényleg ez ilyen lebilincselő és lenyűgöző. Igen, csak hogy van benne, hogy ugye most itt, amit látunk, az ugye a lilikéknek a szólama, tehát a lilikéknek a fókuszából látjuk ezt, vagy onnan halljuk ezt a szöveget, amit itt ez az elbeszélő, mint egy riportként, hát közvetít nekünk. Oké, csak hogy ebben például van egy alapvető hazugság, ugye, mégpedig az, hogy ezek a madarak nem kerültek volna ebbe a helyzetbe, hogyha az ember nem fogta volna meg őket, és köpányvázta volna ki abban az éppen. Tehát, hogy, és akkor ugye még ráadásul van, mi ilyesmit is mondanak, hogy ugye az járt jól, aki bízott abban, hogy majd jönnek érte. Tehát, hogy az maradt életben, aki bízott az emberben, hogy majd jön érte. És akkor, hogy tulajdonképpen hát az ember milyen jó fej, hogy őt megmentette, és hogy az elvárt viselkedés, hogy add át magad teljesen a hatalomnak, úgymond, nem? Tehát az elvárt viselkedés, akkor jársz jól, az nem jár jól, aki vonakodik elfogadni az embernek a hatalmát, ugye? És ugye ezt a szegény bogarászról megtudjuk, hogy ő élvezi a repülést, tehát hogy ő nem gyilkolni akar, hanem azt mondja, amikor a Lili kritizálja őt, azt mondja, hogy pedig milyen kiváló sólyom lehetne, hogyha azt csinálná pontosan, amit mondok neki, de hogy ő gyakran csak úgy játékból röpköd, hogy ilyeneket csinál, mondja, mint egy gyerek. Meg azt mondja, hogy miközben a prédára kéne menni, gyakran észrevesz bogarakat, és inkább azokat hajkurásza, mint egy gyerek. Tehát, hogy ez tényleg nagyon szépen van megírva, és ez tényleg egy nagyon rejtélyes dolog, ez a kapcsolat köztük, de hogy azért, hogyha ezt megpróbáljuk megfejteni, akkor az jön ki, hogy gyakorlatilag ott sikerült ez a dressing, és sikerült teljesen az állatnak a saját ösztöneit, a saját ösztöneit teljes mértékben hát lerombolni. Nem? És azért ez nyomasztó. Ez pont erről szól. Igen. De ez nyomasztó, nyomasztó, de pont amikor a Lilik ezt el is magyarázza, hogy hát igen, a természetben ő többet nem vadászna, nagyobb súlyra nem menne rá, mert hát annak mi értelme van, hogy úgysem tud többet megenni. És itt van ez a gyilkológépé teremtés, valaminek a gyilkológépé tevése, és ennek a én itt érzek egy pici, a Lilikben is egy pici bizonytalanságot, viszont ami nagyon érdekes, hogy a szöveg ezután a jelenet után, főleg amikor lesz az, hogy újabb solymok elpusztulnak, és tartanak egy ilyen, az elbeszélő számára is egy nevetséges ilyen áldozati temetést, egy szinte, mint hogy ilyen totemállatot akarnának eltemetni, hogy utána már elkezd menekülni innen ebből a... El is akar menni, és el is fog menni, és ha font, amikor másodszor olvastam, akkor éreztem, hogy amikor elmennek már a fiókákat, az új fiókákat begyűjteni, ott azt már inkább ilyen tessék-lássék módon megy vele. Tehát azt inkább már ilyen udvariasságból teszi meg. Igen, azt mondja is. Valami olyasmivel magyarázza, hogy úgy lesz teljes ez az út. Vagy valami ilyesmi, hogy úgy lesz teljes a kép, hogyha még oda elmegy, de ott már ő igazából le akarta nécelni. De most még a Lilikhez még egy utolsót, hogy az megvan-e neked, hogy mi az ő végső célja? Tehát, hogy mi az ő nagy álma? Ugye ezt ugyanezen az úton, amikor mennek fiókát rabolni, akkor beszél erről, és szerintem nagyon árulkodó arra nézvést, hogy milyen figura is ez igazából. Hát a nagy álma az, hogy befogjon egy, mert a nagy dilemmája ennek a Liliknek mindig az, hogy most melyik a jobb haszonállat, és akkor ezt mondhatjuk így, hogy melyik a jobb gyilkológép, az, amelyiket mi kiskorában elrabolunk, és mi neveljük föl, vagy azt, amelyiket a vadon van, és ott fogjuk be, és utána törjük be, utána tanítjuk be, és a nagy álma az, hogy ő megtalálja a korábban már istenített, már istenített Dia, a nagy Diana nevű solymot újra befogja, vagy annak az út, no, igen, hogy ő ezt majd utólag be
befogja. De egy másik álma az, hogy amikor van a bemutató minden évben a stadionban, akkor ott azért meg tudja mutatni az embereknek. Így van. Az a nagy önleleplezés, szerintem. Tehát, hogy az ő célja az, hogy ott tapsoljanak neki, hogy végre elismerjék, hogy ő mennyire frankó, és hogy ő egy ilyen külső megerősítésre vágyik, és amúgy, ahogy a mestere is, tehát, hogy ahogy mindig elfelejtem ennek az arab... Teimur könyvében is le van írva, hogy hogy kell viselkedni a fejedelem előtt, mikor bemutatod a tudományod, ő ezt ugyanezt vizionálja, basszus, a Népstadionba. És ott mindenki majd neki örül, és mindenki majd neki tapsol, és hogy az egész egy ilyen írtózatosan kívülről motivált, nem tudom mi, ebben a pillanatban. Tehát, hogy azt szerintem nagyon önleleplező az a jelenet, amikor hogy akkor aztán majd elismerik, hogy ő nem is egy bolond, hanem ez pontosan tényleg úgy a jó, ahogy ő csinálja, akkor már senkinek nincsen semmi kifogása, akkor már mindenkinek tetszik az egész, akkor tapsolnak, és ő ezt a tapsot akarja. Igen. Jó, de közben te, mint olvasó, azért a lirikkel tartasz. Én nem tartok. Ez nagyon érdekes. Rettenetes. Kezdjük az... Szerintem itt olvasok. Hát kezdjük azon, mondjam, hogy eleve úgy fogadja, nem tudom, hogy arra felfigyeltél-e, hogy valami bódé mögött áll. Igen. A csávó az csak azt tudja elképzelni, hogy legyen közte meg a másik közt, legyen, vagy ő védve legyen, vagy nem tudom. Ami izgalmas így a Lilik szempontjából, nyilván van ez a Beranek nevezetű ilyen big eye, vagy egy ilyen nagy szem, vagy nem tudom micsoda, aki milyen isteni magasságokból irányítja ezt az egészet, és nyilván, hogy azt érezzük, hogy ennek a Liliknek, meg ennek a Beraneknek vannak vitái, mégpedig ugye, hogy ez a Beranek ez nem járt ott soha a telepen, és ő csak, de hogy azért elismeri, de hogy az egy ilyen fenyegető kétség kívül, ő küldi a számokat, hogy mit kell neki teljesíteni, és aztán azt meg a Beraneknek kell elintézni. Amúgy ezt a szakirodalomban többen a Kafkának a kastélyával hozták összefüggésben, tehát hogy ott is mindig van egy ilyen ismeretlen figura, aki tulajdonképpen irányítja ezt az egészet. Nyilván ahhoz képest, tehát a Beranekhez képest inkább tényleg a Lilikkel tart az olvasó. Én nekem amúgy egy pillanatig nem volt szimpatikus, nekem kifejezetten nyomasztó és para volt rögtön. Nekem inkább az volt, hogy engem tényleg lenyűgöztek ezek a mondatok, és így beszippant ez a puszta, és hogy itt inkább a Lilik számomra ez az a figura, akiben azt feltételezett, hogy neki van valamilyen tapasztalása a pusztához, a természethez, valami olyan közelség, most azt leszámítva, hogy ő valahogy a solymokkal hogyan bánik, de hogy mégis csak meg tud, számomra azt az alakot testesíti meg, aki el tudott menni a pusztába, és ott tud lenni, hogy abban a pusztai létben tud létezni, és ez egy picit vonzó tud lenni számomra, hogy egy kicsit így nem is a barbár, hanem inkább az archaikus világban egy kicsit vissza tud lépni, hogy magad mögött tudjál hagyni dolgokat, és hogy ebben a közegben, ebben a természeti közegben tudjál létezni, ahol tényleg nagyon leegyszerűsödnek a dolgok, viszont sokkal inkább magadra számítasz. Nekem ez a figurában a vonzó, és nem az a rész, hogy most az, mint olvasó, hogy most így állatokat gyilkoltat egy másik állattal, és hogy gyakorlatilag elveszi egyik állatnak a szabadságát, ez nyilván ez benne van, de mint olvasó engem nem ez lesz az érdekes, viszont az lesz az érdekes, hogy ez a Beranek és a Lilik, a Lilik az nagyon érdekes, hogy a szöveg elén úgy van, hogy a Lilik az egy vadlúd lényegében, és hogy a Lilik így egy ilyen sárkány állatról nevezteti el magát. És hogy ez furcsa, hogy van egy ember, aki kvázi ott a Solymásztelepen élet és halál ura, viszont a Beranek, aki még soha nem járt ott, csak a utasításokat küldi, meg esetleg az embereket, a kutyaütőket, akik esetleg az árulók lehetnek, vagy nem is az árulók, igen, hanem a spionok. És hogy nagyon érdekes, hogy az elbeszélő meg közben azt érzi, és azt éreztetik vele, hogy mellette mernek mondani dolgokat, amelyek esetleg, hogyha visszajutna a Beranek fülébe, akkor... Igen.
akkor ez probléma az amik az alük rosszul járnának, vagy probléma lenne. És nekem ez a cinkosság, ez tetszik a szövegben. És most teljesen függetlenül, és most egy kicsit eltávolodva a konkrét történettől, hanem maga a megfogalmazás, végig azt érzem, hogy van egy elbeszélő, aki pontosan tisztában van, és pontosan mindent tud, hogy a lehető legtömörebben, a lehető legplasztikusabban írja le ezt a világot, és ez számomra ennek nincsenek. Számomra ez annyira újdonság erejével hat minden egyes alkalom, amikor elolvasom, hogy így mindig rácsodálkozom, hogy fú, hát hogy így is lehet írni magyarul, hogy így is lehet megfogalmazni dolgokat. Biztos te is megfigyelted ezek a gondolatjelek, amikor van egy mondat, és a végén mindig van egy ilyen kis odavetés, mondtam az Ilyés Gyula puszták népe végén, hogy a fejezetek végén mindig van egy-egy lírai mondat, itt meg szinte az az érzés, hogy bekezdésenként van két-három ilyen mondat, ami nagyon erős, nagyon betalál, és már-már lírai, és éppen ezért lesz az, amit most, ahogy mondasz, ez nekem nem volt bennem, de abszolút megértem, hogy ez, hogyha ez valakinek nem igazán működik, akkor már sok lesz és fárasztó. Mindjárt én is mondanék pár szót így a nyelvéről, vagy ehhez nekem is van pár megjegyzésem, csak még a Liliket annyiba zárjuk le, vagy az, hogy ő visszatért a természethez, hogy ugye ez a, van neki egy másikja, vagy van egy ilyen pandanja tulajdonképpen ennek a telepnek és a Liliknek, és ez éppen ebbe a másik jelenetben van, amikor a sasfiókát rabolják, ugye ugye ez egy másik jogállású terület, ugye az a rezervátum. Tehát, hogy szemben áll egymással a telep meg a rezervátum, a telep, amelyik gazdálkodik, a telep, amiben mindent a haszon ő irányít, a telep, ahol minden egy nagy célnak van alárendelve, és van szintén kikülönülve a normális világból, de egyszer s mind a telep ellentét párjaként a rezervátum, ahol békén vannak hagyva a jószágok, és ahol, hát már kivéve akkor, amikor oda mennek a Lilikék solymokat rabolni, de hogy ott az a célja, a rezervátumnak az a célja, hogy ott úgy élhessenek az állatok, ahogy amúgy élnének, és ott van ez a főmérnök, vagy erdész, vagy nem tudom mi, aki a Liliknek a... Öreg erdész. Egy öreg erdész. Erdész, és ő nem gazdálkodik, hanem ő megfigyeli tulajdonképpen azt, hogy ott mi történik. Tehát, hogy nagyon-nagyon más a kettőnek a funkciója, miközben tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy eléggé hasonló. Tehát sokkal inkább azt érzem valamiféle természetinek, mint a telepet. És amikor van egy vitájuk, ugye a két ornitológus, a két megrögzött ornitológus, hogy ugye az van, hogy próbálják kilesni a solymoknak a fészkeit, és az öreg azt mondja, hogy észrevette. Elkezdenek hisztizni a solymok, és azt mondja az erdész, hogy észrevettek bennünket, és a Lilik azt mondja, hogy nem vettek észre. És akkor amikor tehát, hogy kiderül, hogy az erdésznek volt igaza, tehát, hogy ez egy elterelő művelet volt a solymok részéről, az, hogy eljátszották, minthogyha máshol volna a fészek, és tehát, hogy igazából a természet furcsa, tehát, hogy az ha belegondolunk, az egy mekkora egy erkölcsi vereség a Lilik számára, nem? Hogy ő, aki az egész életét arra teszi föl, hogy megértse ezeknek a madaraknak a működését, de pont azért, mert ő egy ilyen célirányosan teszi ezt, pont azért, mert nem hajlandó átadni magát ennek, hanem ezt mindenáron abból valami hasznot remél, akár a Népstadionban a bemutatót. Az öreg erdész viszont, aki csak megfigyeli ezt a dolgot, ő neki lesz igaza ebben a dologban. Ő ítéli meg helyesen a solymoknak. Tehát, hogy ebben van egy olyan és ez kétségkívül, ezek írtózatosan finoman és nagyon szépen vannak a mészőnél. Tehát, hogy ilyen zéró didaxis, viszont, hogyha egyel tovább gondolod, akkor tök egyértelmű, hogy arról van szó, hogy ha ki akarod magadnak ezt használni, vagy ki akarod sajátítani, akkor az nem vezet ahhoz, hogy meg. De a Lilik azt ki tudja képezni, de nem érti ezeknek a működését. Ő csak azt érti, hogy hogyan lehet őket elnyomni. Tök jó, hogy mondod, és akkor szerintem fel is olvasok egybekezdést, mert amiről beszéltél, az egybekezdésben benne van.
Dereskül az első állomás. Vezetőnk egy öreg erdész, mohai nevezetű, jó ideig inkább a foxi kutyájával társalgott, mint velünk. Nem volt éppen barátságtalan, de látszott rajta, hogy nem szíve szerinti munkában segítkezik. Lilik raktárosnak csúfolta. Az ilyen akkor boldog, ha sohasem fogy ki a készlet. Inkább itt pusztuljon el, csak sose kelljen kiadni. Mohai csak ugyan büszke volt rá, hogy mindennek tudta a helyét, mihol van, hány van, s jövőre hány lesz, ebben élt, ebben a folyton megújuló körforgásban, és itt zárójelbe, ez se lehetett kisebb szenvedély, mint a gém vagy varjuláb trófeák örökös szaporítása, mégse tudtak összemelegedni. Az öreg már induláskor megmosolyogta Lilik nyakában a távcsövet. Na hát, már ilyen fiatalod. Tényleg ez nagyon jól átjön, és ez tényleg nagyon jól mutatja a szöveg. Ez tök jó, hogy mondod, mert én erre például nem is figyeltem föl ennyire, hogy de közben most, hogy mondod, amikor van az a jelenet, amikor a szarkákat akarják elkapni a solymokkal, ez még az elején van a szövegnek, akkor oda mennek a juhászhoz, és akkor kérdezi, hogy na, a varjakat látta? És akkor a juhász oda mutat az egyik irányba, akkor erre akkor Lilik azt mondja, hogy na, akkor abban az irányban nem kell keresnünk, a másik irányba kell menni, mert biztos, hogy nincs arra. Tehát ő egy kiváló szakember, nem arról van szó. Tehát abban, amit ő csinál, az nagyon jó, csak az nem a természetnek a megfigyelése. Az is mutatja szerintem, hogy van egy ilyen beszélgetésük, hogy miért nincsenek valódi ragadozó madarak a telep környékén, miközben azt mondja, zsákmány volna éppen elég. És akkor nem tudom, emlékszel, hogy a Lilik valami olyasmit mond, hogy hát a mieink azok jobbak ebbe a dologba, tehát hogy nem éri meg nekik itt vadászni, mert itt a mieink az urak. Tehát, hogy ez éppenséggel nem a természet. Na, csak ezt akarom mondani, hogy itt valami mesterségesen létrehozott valami van, ami már nem a természet. De érdekes, amit mondasz, mert most teljesen azon kezdek el gondolkozni, hogy lehet, hogy akkor a Lilik annak lesz az allegóriája, hogy az az elképzelés, hogy az ember kimegy a természetbe, és akkor ott ő valahogy egyé válik a természettel, hogy bizonyos megközelítés szempontjából ez lehetetlenné válik, vagy hogyha te azt hiszed, hogy ha ezt megteszed, akkor pontosan olyanná válsz, mint a Lilik, aki nem részesévé válsz, hanem kihasználójává ennek a hierarchiának. Igen. Illetve hogy általában, de már az is azért beszédes, nem, hogy a rezervátum is egy ilyen mesterségesen létrehozott dolog, nem? Tehát, hogy már az sem a természet, mint olyan, hanem ott megőriztünk valamit, és ott természetesdit játszunk. Hát ez tulajdonképpen, ha nem minden nagyon messzire a tulajdonképpeni témánktól, akkor önmagában is megérne egy adás, nem? Hogy ez mennyire így van, hogy mekkora illúziók tulajdonképpen ezek, mikor azt hiszük, hogy visszamegyünk a természetbe, miközben hát fél órát kirándulunk benne, vagy 3 órát, vagy eltöltünk benne 4 napot, az nagyon nem olyan, mint ott élni. Mert én visszajövök a meleg lakásomban, ahol vannak antibiotikumok például. Szóval, hogy ez írtózatosan más, így van, mondjad. Mondtad az előbb, hogy még a szövegről a nyelvről. Igen, hogy ezek a lírai mondatok, hogy végig van az, hogy nem tudom eldönteni, hogy hova tartanak ezek, most ezt nem tudom jobban megfogalmazni, hogy néha azt érzem, hogy ezek tök modorosak. Tehát, hogy igazából vannak olyan mondatok, amiket úgy érzek, hogy mintha nem vezetnének sehova. Tehát, hogy igazából nem viszi tovább a dolgot, és az egész kapcsán is végig az volt az érzésem, hogy nem tudom eldönteni, hogy most itt mit akar nekünk ez mondani, hogy olvassam allegóriaként, hogy olvassam szó szerint, hogy olvassam. Tehát, hogy valahogy nem tudok dönteni abban, hogy milyen, vagy nem találom a kulcsot hozzá, ez az igazság. Tehát, hogy, és látom, hogy marha sokan meg igen. Tehát, hogy mások meg pont ez, amit én modorosságnak érzek, például azt te tök joga, és ahogy itt felolvasod tök lelkesen, én is érzem, hogy ezek írtózatosan jó mondatok. De hogy nekem nagyon kilógnak, vagy nem tudom. A Ottliknak is megvan ugyanez a modorossága amúgy, azt meg könnyebben valahogy el tudom fogadni, vagy azt valahogy ilyen szervesebbnek, vagy organikusabbnak érzem. De ez már itt annyira tényleg a szubjektív mezőben vagyunk, hogy nagyon nehéz ezeket a dolgokat megfogni. A polcomon találtam rovatba a már
többször emlegetett Nagy Lajos képtelen természetrajzát hoztam, ami egy műfaját tekintve karcolatok, ez van ideírva, és ez egy Nagy Lajos, hát ő így valahogy kihullott a kánomból, szerintem, vagy nem tudom, hogy benne, talán benne se volt, pedig hogyha szerintem megnézik a hallgatók mondjuk a szüleiknek a könyvespolcát, akkor ott azért jó eséllyel fel fog ezt tűnni. Mi gyerekkoromban olvasgattuk, és nem igazán értettük ennek a politikai utalásait, tehát ő egy baloldali szerző volt, és ilyen végülis társadalom kritikákat fogalmazott meg ilyen állatmesék formájában. Ez a társadalom kritika rész, ez, mikor gyerekként olvastam, akkor egyáltalán nem jött át, viszont a nyelve az átjött, és ez az nagyon humoros szerintem. Egy rövid részt olvasnék föl, és talán ez magyarázná, hogy miért ezt a szöveget választottam mostanra. Ugye ez a sasról szól, tehát nem éppen sólyom, hanem sas. A következőt mondja a szöveg, hogy a sas, és ezen gyerekkorunkban emlékszem, hogy fetrengtünk a rögéstől, felnőtt fejjel már annyira nem vicces. Tehát, hogy a sas ragadozó madár, ami azt jelenti, hogy ha egy sast csirizzel bekenünk, és a falhoz vágjuk, hát oda ragad. Ettől a tulajdonságától teljesen függetlenül a sas kisebb élő állatokkal táplálkozik. Azt mondja, a sas igen bátor madár, a nálánál gyengébb állatokat, amelyek védekezni képtelenek, halálukat megvető bátorsággal végzi ki, és eszi meg, amiért is a madarak királyának nevezik. És akkor igen, tehát ugye van ez az ilyen nyelvi játék benne, és van mindenféléről, a papagájról, a farkasról, ezek aztán mind már ilyen felnőtt olvasóknak mondom, hogy ezek mind ilyen különböző társadalmi csoportoknak a... És ez milyen kiadás, ami most nálad van? Ez a szép irodalmi könyvkiadónak ez a... Mi is ennek a neve? Ez az Olcsó Könyvtár sorozatban jelent meg, és egy, igen, szerintem szuper vicces, és amúgy eléggé elgondolkodtató szöveg, csak a ragadozásról jutott eszembe. Ez tök jó. Érdekes, hogy te is madarasat hoztál, én is. Mutatom neked. Az tök jó, azt imádom. Fürkész könyvek, zsebkönyv, madarak, ez a címe. És ezt én azért szerettem, mert ezt tudom, hogy amikor nagymamáméknál nyaraltunk Bózsván, akkor ez mindig ott volt nálunk, és így találtam benne, hogy valami futás följegyzése van, hogy idő 7,25, és utána van, ez ceruzával van, és utána tollal 6,55. Ez most nem tudom, ez milyen távolság volt, de ez egy nagyon komoly fejlődés. És most, ahogy elkezdtem másodszor olvasni a szöveget, az összes madarat, ami szerepel a szövegben, mert rengeteg szerepel nyilvánvalóan, azokat kikerestem, és az nagyon érdekes volt. Nekem most ez a pluszkönyvem, meg két könyvet ajánlanék mindenféleképpen a hallgatóknak. Az egyik, ez a Mészöly Miklósnak a Tágasságiskolája, amely ez a címadó eszéjének a kötetnek, amelyben pont erről a magas iskoláról igen. Elmélkedik. Aki szereti, hogyha szerzők saját szövegét... Ez egy műhely tanulmány tulajdonképpen. Érnek, egy műhely tanulmány. Mondtuk azt, hogy majd jól lenne egyszer beszélni, de az biztos, hogy kéne egyszer egy olyan adást, amikor így a szövegek szövegeiről beszélgetünk, mert azt szerintem érdekes lehet. Szóval ezt a Tágasság iskoláját nagyon ajánlom, illetve még egy szöveget, akik Mészöjt egy kicsit jobban meg szeretnék ismerni. Van egy kötetemnek az a cím, hogy Párbeszéd kísérlet. Ez egy nagyon izgalmas beszélgetés. Szigeti László beszélget Mészöly Miklóssal, és sok minden szóba kerül. Könyvudvarban lehetett venni olyan 300 forintért. Igen, nekem is onnan van. Igen, nekem is. Úgyhogy Mészáros Sándor, a Kaligram vezetője, azt tudja, hogy most ezt lehet-e kapni, vagy nem. Úgyhogy akik a Mészöly univerzumba szeretnének egy kicsit elmélyedni, ez biztos, hogy érdekes lehet. Egy szót még a madaras könyvedről, hogy én ilyen hobbi ornitológus vagyok, és
Nekem is sok ilyen madárhatározó könyvem van, amúgy én jelen pillanatban az Orbán Zoltánokat ajánlanám, de hogy van egy érdekessége, és ez talán nem egészen független, akár irodalmi, vagy akár mondjuk akár még a Mészöly prózától sem, és az pedig az, hogy azok a jó madárhatározók, amikben nem madárfényképek vannak, hanem rajzok, vagy festett figurák, mégpedig azért, mert az egy konkrét példányon nagyon ritkán lehet megmutatni a fajnak az összes ismertető jegyét. Tehát, hogy ahhoz, hogy jó legyen egy madár határozó kép, ahhoz olyan madarat kell rajzolnod, ami amúgy a valóságban nem létezik. Ennek vannak filozófiai következményei, hogyha végig gondolod. Tehát konkrétan sosincsen egy tipikus madár, ami az összes, a fajtának az összes ismertető jegyét meg tudná mutatni. Úgyhogy ha valaki madárhatározót keres, akkor olyat kell venni, amiben festett vagy rajzolt madarak vannak. De hát akkor ez pontosan rímel arra, hogy ahhoz, hogy valaki a Mészöly univerzumot megismerje, akkor nem elég a magas iskolán, hanem több szöveget is. Például azt nagyon ajánlom mindenkinek, hogy volt egyszer egy Közép-Európa, ez egy nagyon érdekes válogatás kötet, amit a Mészöly maga válogatott össze, hogy hogyan pakolta össze az ilyen novella vagy kisregény hosszúságú szövegeit, az egy külön beszélgetés témája lehetne. Én inkább azt a következtetést mondám le, hogyha a világnak a jelenségeit akár az irodalom segítségével meg akarjuk írni, akkor sajnos ahhoz, hogy minél pontosabb képet kapjunk, hát nem pontosan a valóságot kell írni, vagy ahhoz, hogy megértsük a világot, érted, hogy pont nem a valóság vezet. Abszolút. Pont nem a valóságnak a megismerése vezet a valóság megismeréséhez. Jó, akkor viszont döntsük el, hogy a következő epizódban miről beszélgetünk. Na, mire gondolsz, mi legyen? Hát, ugye Jókait gondoltuk, nem tudom, hogy ez most aktuális volna. Én most nem most akarnám a Jókait előni. Akkor nézzünk valami rövid ótlikot, akkor nézzük meg a hajnali háztetőket, jó. Tehát mivel itt a beszélgetés során szóba került Ottliknak az írásművészete, azt gondoltuk, hogy egy kevésbé ismert, legalábbis az iskola határonhoz képest kevésbé ismert, de mégiscsak kiváló, hát kisregény az is, vagy nem tudom, hogy minek lehetne nevezni, tehát hogy a Hajnali háztetők című Ottlik szöveget néznénk meg a jövő alkalommal. És akkor köszönjük szépen a figyelmet, én Mészáros Márton vagyok. Én pedig Neszle Sándor.